sajnáltam, hogy Pogácsa Zoltánban egy kiváló politikus veszett el, mert ugye elmondta, hogy stabilitás kell, és utána elmondta, hogy mi minden szektorba kell még befektetni, és ugye olyat nem hallottunk, hogy hova, honnan kéne pedig valamit elvonni, de hát úgy mindjárt indulunk a megoldások irányába. Volt egy kérdés, hogy lehet-e kérdezni, és rögtön rájöttem, hogy én vagyok a hibás, mert nem mondtam el a menetrendet. Tehát elvileg az a tervünk, hogy lenne egy moderált beszélgetés rész körülbelül 7 óráig, akkor lenne egy kérdésblokk, részben ezekről, tehát a kérdésekről, részben esetleg más témákról folytatnánk a beszélgetést, és lenne egy másik kérdésblokk valamikor a beszélgetés végén. Tehát még egy kis türelmüket szeretném kérni, majd én akkor jelezném még egy adag moderált beszélgetés után, hogy akkor kérdezni is lehet. Ugye egyszer már közbevetettem, kicsit még korán Zoltánnál, hogy ő is elmondta most, hogy az amerikaiak meg az európaiak miért csinálták eddig rosszul. Egy pillanatra reménykedtem, mert nagyon jókat hallottunk a magyar lépésekről, de aztán kiderült, hogy azok is rosszak. Tehát az én következő kérdésköröm az gyakorlatilag arra vonatkozna a szakemberek felé, hogy hogyan látják azt a lehetséges irányt, ami azért mégsem a totális összeomláshoz visz. Lebontható-e valamiképpen ez az örökölt rossz struktúra? És akkor most megint elsősorban arra gondolnék, hogy én egyébként azzal vitatkoznék Zoltánnal, hogy az amerikai mondjuk termékstruktúrában ne lenne változás. Tehát én azt látom, hogy rengeteg ilyen tőkeáttételes dolog az egyszerűen az érdeklődés hiányába, vagy a megégések után visszaszorult. Tehát valahol azért biztos volt fejlődés, vagy válság utáni konzekvencia leszűrés. Mindenesetre visszatérve a kérdésre, akár Európában, akár Amerikában, mi lehetne az a nagy lépés, amivel a jó irányba, vagy a stabilitás irányába, fenntartható növekedés irányába tudnánk ellépni. Igen, ha lehet. Hát én azok közé, a közgazdászok közé tartozom, aki nagy tisztelet viszonyul a makroközgazdászok irányában, de ugyanakkor úgy érzi, hogy a makroközgazdaságtan elégtelen a tényleges, reál folyamatok feltárásához. Tehát a makroközgazdaságtan az én szemszögömből nézve egy kicsit inkább könyvelés, és nem közgazdaságtan. Mert nem tárja fel azokat a mechanizmusokat, azokat a társadalmi tételeket, amelyek egy igazi, növekedőképes, alkotóképes, méltányos, igazságos, nem diszfunkcionális társadalom körülményeit létrehozzák. Tehát én egy szélesebb körben fogom ezt a kérdést megválaszolni, mind a három esetben. Az amerikaiak esetében én nem vitatom Surányi György leírását arra vonatkozólag, hogy alapjában mi történt Amerikában, de az értékelését igen. Én egyetértek abban, hogy fellettek tőkésítve a bankok. Én egyetértek abban, hogy nagyon sok ilyen jellegű javító munka megtörtént, de a pénzügyi szféra visszaillesztése oda, ahol szervesen, okosan, alkotó módon kapcsolódik a reál szférához, nem történt meg. Tehát az a szétszakadás, ami bekövetkezett egy ilyen 15-17 évvel ezelőtt a Clinton korszakban, amikor ugye már korábban is elkezdődött, amikor visszavonták a Glass-Steagall, és akkor ebbe indult egy ilyen szétszakadás a reálszféra és a pénzügyi szféra között Amerikában, ami aztán teljesen a nyugati világban teljesen elterjedt, Magyarországon tragikus méretben megvalósult. Ez a szétszakadás nem lett rendbe rakva. A pénzügyi szféra továbbra is öncélú, továbbra is olyan nyomást képes gyakorolni a reál szférára, ami zavaró, még az Amerikai Egyesült Államok esetében is. Európa esetében egyenesen tragikus, egyenesen folytogatja a pénzügyi szféra, a reál szféra kibontakozásának a lehetőségeit. Ugyanakkor elég jól ismerem Amerikát, hiszen ott éltem sokáig. Óriási abban a társadalomban a változás iránti szimpátia, az alkotóerő,
a megoldás iránti törekvés, és így tovább. És én úgy érzem, hogy valószínűleg vagy így, vagy úgy ebből a helyzetből először ők fognak kikecmeregni. Tehát hamarabb fognak kikecmeregni, mint Európa. Valahogy meg fogják oldani, vagy csökkenteni fogják ezt a nagyon komplikált feszültséget Kínával, és így tovább. Most ez az nagyon nagy kérdéskör, amire talán jobb nem is belemenni. Tehát ez egy dolog. Ami Európát illeti, az európai bankrendszer hosszú évtizedek óta mélységesen beteg és mélységesen diszfunkcionális. Az egész bankrendszernek a tőke és forrás szerkezete kockázatos. Tehát sokkal kockázatosabb, mint hagyományosan, hosszabb távon nézve a kérdést, mint az például az amerikai bankrendszernek a tőke és forrás szerkezete. Sokkal rövidebb a forrás szerkezete, és a forrás szerkezeten belül például a kokáért a betét, hitel, arány sokkal kedvezőtlenebb. Hogy még átjegyek egy lapáttal, az európai bankrendszer forrásának mintegy ötöde, azaz 20%-a egy nagyon bizonytalan forrás, nevezetesen az amerikai money market alapok. Nagyon rövid távú, nagyon illékony jellegű forrás. Tehát itt nagyon komoly gondok vannak, amit Európa évtizedek óta takargat. Ha megnézzük az európai gazdasági pénzügyi történelmet az euró bevezetéséig és azóta, akkor azt látjuk, hogy állandó, szinte fél évenként jöttek a válságok. Volt a snake, volt a snake gyomrában a kukac, volt a legkülönbözőbb struktúrák, amik létrehoztak az európai vezetők, amelyek egyik a másik után kudarcot vallott. És azért vallott kudarcot, mert a bankrendszer alapjában véve nem volt képes kielégítően működni. Ez egy hosszú, komplikált történet, de nagyon érdemes odafigyelni, hogy mennyire rossz állapotban van az európai bankrendszer. Az európai bankok nagy előszeretettel hivatkoznak arra, hogy mi az ő tőkeellátottságuk, hogy az egyiknek több van, a másiknak kevesebb van. Ez egy nagyon-nagyon rövid távú és szűklátókörű megfogalmazás, mert a bankok esetében a nagy kérdés nem a tőkeellátottság, hanem a mismatch. A rizikó, ami ott lappang a mérleg szerkezetében. És történik valami, és az a rizikó, amit addig ott lappangott, hirtelen felrobban. Magyarországot illetőleg és Európát illetőleg. Itt a legnagyobb gond az, Magyarország esetében kivált kép, hogy nem sikerült egy olyan társadalmat létrehozni, amely felszabadítja ennek az országnak, az állampolgárainak az alkotó erejét. Itt mindenki valamiféle függőségi állapotban él. Itt mindenki ki van téve ennek, annak, amaznak. Itt nagyon kevesen gondolkoznak és rengetegen taktikáznak ahhoz, hogy életbe tudjanak maradni. Helyezkednek, taktikáznak, stb., de ebből nagy alkotás nem fog megszületni. Tehát a társadalom alkotó ereje egyszerűen vissza van folytva. Na most ez sokkal mélyebb, összetettebb probléma, amit makro szinten kezelni lehetne. Teljesen egyetértek Pogácsával, hogy itt egy ilyen makiadóra szerkezet jött létre Magyarországon, mind a gazdasági, mind a társadalmi értelemben, és alapjában véve az történt, hogy a magyar társadalom bérmunkássá vált. Na most ez egy megalázó szerep. Mi az, hogy bérmunkás? Miért nem tudjuk a saját alkotásainkat, vágyainkat, reményeinket, elképzeléseinket megvalósítani? Tehát itt van egyrészt egy méltányosság, másrészt egy emberi méltóság, és harmadrészt pedig egy komoly szabadság hiány. És ez nem egy Gyurcsány-Orbán kérdés. Ez egy mély kulturális kérdés, amit 20 év alatt sajnos nem sikerült
nem látom, hogy javítottunk volna rajta. Köszönjük szépen. Ugye főleg az amerikai résznél elhangzott, hogy továbbra is a bankrendszer felelőssége folytogatják a reálgazdaságot. Szerencsére van közöttünk egy bankár, úgyhogy ezt meg is kérdezném tőle, hogy valóban folytogatják a reálgazdaságot, vagy máshol látja a beavatkozási pontot? Semmi probléma. Természetesen egészen más olvasatom van erről. Hát valóban a bankok tényleg folytogatják a reálszférát, mert olyan megáltalkodottak, hogy amikor hitelt nyújtanak, szeretnék visszakapni. Na most én ennél borzasztóbbat elképzelni nem tudok. Egy bank hitelt nyújt megfelelő kamat mellett, és olyan megáltalkodott, hogy elvárja az ügyféltől, hogy fizessen. Hát végül is ez valóban pusztító hatású, és tulajdonképpen be is kell őket zárni ennek következtében, úgyhogy én ezt egész egyszerűen hát tényleg másként látom, de azt hiszem, hogy nem kell itt leragadni, és azt gondolom, hogy abban sem teljesen úgy látom a helyzetet, hogy lejárati meg nem felelés van, elnézést a primitív mondatért, ami következni fog, a bankot arra találták ki, hogy a lejárati meg nem felelést áthidalja. Úgyhogy teljesen természetes, hogy lejárati meg nem felelés van. Ha nem lenne, akkor nem lenne bank, és nem tudna működni. A kérdés az, hogy ez milyen mértékű, meddig megy el. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel sincs különösebb probléma. De ami a válságot illeti, és a válságból való kilábalást illeti, azt gondolom, hogy nagyon hosszú éveken keresztül a világ nem foglalkozott kellően kivált kép az Európai Monetáris Unió azzal a problémával, amit globális egyensúlytalanságnak, global imbalance-nek neveznek, ami tulajdonképpen azt mutatja, hogy a világban egyfajta egyensúly van a túlköltő, a deficittel működő országok és a szuficittel működő országok között. Ez a globális szinten egyensúlyt kell, hogy jelentsen. Én tudom a kérdésekre a választ, és nem vitatkozom azon, amit tök elmondanak, nem vitatkozom, de tudom, hogy mit kell csinálni. Jó. Köszönjük szépen, nem sokára a hozzászólások kérdések blogban. Ha megszólalok, akkor meg tudom mondani, mit kell csinálni. Nem az, hogy mit kell, hanem mit kell. Kis türelmét szeretnénk megkérni. Szóval ez a... Tehát itt a világgazdaság szintjén természetesen ez egy nulla összegű játék, épp annyi deficitnek kell lenni, amennyi szuficitnek, azonban abban a pillanatban, amikor a gazdaság szereplői megkérdőjelezik egy gazdaság, egy ország külső számláinak a fenntarthatóságát, onnantól kezdve probléma van. Ehhez jutottunk el, ehhez érkezett el a világgazdaság sok-sok év után, valahol 3-4 évvel ezelőtt. Ennek az egyensúlytalanságnak kellene valamiféle globális koordináció alapján az egyensúlytalanság mértékét csökkenteni. Ennek a globális koordinációnak a kezdeti lépéseit megtették, elégtelenek ezek a lépések, nagyon messze vagyunk attól, hogy ez megtörténjen, és ahhoz, hogy ne rébuszokba beszéljek és érthető legyen, ahhoz szeretnék egy kicsit konkrétabb lenni. Ha minden ország egyszerre kezdi el rendbe tenni a költségvetését, minden ország egyszerre akar egyensúlyt csinálni, ami egyébként önmagában egy hülyeség, csak zárójelben jegyzem meg, makroökonomiai értelemben hülyeség. De hogyha mindenki egyszerre akar egyensúlyt csinálni a költségvetésében, mindenki egyszerre akar államadósságot csökkenteni, mindenki egyszerre akarja a külső egyensúlyát helyre tenni, mindenki egyszerre akarja a tőkekövetelményeket a bankrendszerben erősíteni, mindenki egyszerre akarja a likviditási követelményeket és a likviditást erősíteni. Ennek az lesz a következménye, hogy az egész világ egy megállíthatatlan lefelé menő spirálba kerül bele. Hogy mondjam, ugyan Róna Péter azt mondja, hogy ő a makroökonomiát annyira nem kedveli, de hogy mondjam azt a hasonlatot, ami talán közelebb viszi a megértéshez, amit szeretnék mondani. Ugye a mikroszférában az teljesen világos, hogyha egy vállalkozó a termelési költségeit csökkenti, benne a munkabéreket csökkenti, a foglalkoztatottak számát csökkenti, akkor ceteris paribus neki nő a profitja.
És akkor azt mondjuk, hogy milyen hatékony volt a verseny hatására, ő javította a versenyképességét. Azonban, ha minden vállalkozó egyszerre és párhuzamosan csökkenti a béreket, akkor nem lesz, aki a végén megvegye a terméket. Tehát ami igaz a mikroökonomiában, az sajnos nem igaz a makroökonomiában. Ugyanez igaz a globális egyensúlytalanságokra, meg amiket az előbb mondtam, hogy miközben teljesen helyes a bankok tőkekövetelményét emelni, teljesen helyes a likviditási követelményét emelni, teljesen helyes a kockázatokat sokkal komolyabban beárazni és figyelembe venni a különböző regulációknál. Ha ezt egyszerre csináljuk, ráadásul a költségvetéseknek is a kiigazítását egyszerre csináljuk, akkor ebből azt fog előadódni, hogy nem csak Görögország fogja bedobni a törül között, hanem be fogja dobni a törül között még az Európai Unió több nagyobb gazdasága is, ugyanis nem fog tudni hova exportálni. Most ha a konkrét német példát veszem, és erről folyik a legnagyobb vita ma a világban. Ha Németország 2016-tól az ő alkotmányának megfelelően megvalósítja a lényegében egyensúlyi költségvetést, akkor az nagy valószínűséggel csak úgy tud létrejönni, hogyha a mai 3%-os folyófizetési mérleg többletével szemben egy 6%-os folyófizetési mérleg többletet hoz létre. Ki a fene fogja ezt a másik oldalról deficittel ellentételezni? Ahhoz ugyanis, hogy Németország nagyobb többletet érjen el, ahhoz valakinek nagyobb hiányt kell felmutatnia. A görögök, a spanyolok, az írek, a portugálok? Szó nem lehet róla, mert azt mondjuk, hogy ők azért fenntarthatatlanok. Nem a költségvetés miatt váltak a görögöktől eltekintve fenntarthatatlan pályává, hanem azért, mert a külső egyensúlyuk borult föl. A görögöknek is egyébként 14% volt a folyófizetési mérleg hiánya a GDP-ben, a spanyoloknak 10, az Egyesült Államok után a második legnagyobb folyómérleg hiánya volt Spanyolországnak. Ennélkül nem érthető meg, hogy egy szuficites spanyol költségvetés mellett miért van baja Spanyolországnak. Azért van baja, mert a magánszektor korlátlanul adósodott el, egyébként a valóban olcsó, alacsony kamat miatt. És akkor az eurozónáról talán még két mondatot, ha szabad. Lehet azt mondani, hogy túl korai volt, vagy nem volt korai. Én egyébként nem vagyok messze ilyen negatív az euróval kapcsolatban. Legfeljebb azt hangsúlyoztam évekkel korábban, hogy egy nyitott kis gazdaságnak, amelyiknél nagyon nagy a reál konvergenciában a távolság, nem feltétlenül kell rohannia az eurozónába. De ami az eurozónának az igazi problémája, az, hogy azokat a feltételeket nem vették figyelembe, amit kellett volna. Ha a reál konvergencia, amiről szó nincs se a Maastrichti szerződésben, se a stabilitási és növekedési paktumban, ha a reál konvergenciában a tagok között akkora a különbség, mint ami ott létrejött, a görög, a portugál és a GDP, a monetáris unió létrejött, akkor körülbelül a 60%-án állt a fejlett országnak, tehát óriási volt a különbség a reál teljesítményben. Ha ekkora a különbség, akkor csak abban az esetben tud működni egy monetáris unió, hogyha egymás mellett egyszerre van közös fiskális politika, és egy ugyanolyan flexibilis, mobil munkaerőpiac, mint ami az Egyesült Államokban. Na most ez nem létezik. Következésképpen a probléma abban van, hogy a reál konvergenciában ekkora távolságban lévő országokat nem lehet egységes monetáris politika mellett működtetni. Vagy tudni kell, hogy akkor előbbre kell lépni a politikai unióban, aminek a mellékterméke a közös fiskális politika, ahol nem 1,2%-áról dönt Brüsszel a költségvetésnek, hanem legalább 15-20-25%-áról, de akkor ugye az a nemzeti szuverenitásnak egy nagyon nagyfokú visszafogását igényli, amihez nem érkezett még el Európa. Tehát vagy olyan monetáris uniót lehet csinálni, ahol a reál konvergenciában a különbség 5-10%-nál nem több, akkor lehet egységes monetáris politika, egységes fiskális politika nélkül, vagy egységes fiskális politika, nagyon, nagyon mobil, nagyon flexibilis munkaerőpiac kell, aminek egyébként a kulturális feltételei Európában nem adottak, mert egyszerűen például a nyelvi korlátok nem teszik lehetővé, hogy ugyanúgy mozogjon a munkaerő, mint Nebraska-ból Alabama-ba és vissza. Tehát a bevezetés el lett vallankodva. A szabályok nem jók. A szabályok nem jók.
Egy kis türelmet még szeretnénk kérni. Az a tervem, hogy egy kicsit azt szeretném még kérni, hogyha lehet a 7 óra. Én még 10 percig a megoldás nélkül szeretném folytatni a beszélgetést, aztán utána akkor köszönjük szépen, csak végig szeretnék menni a körön. Úgy látom, hogy körülbelül akkor lesz fél idő, és eléggé úgy alakult, hogy most még az általános válságról, globális problémákról beszéltünk. Talán majd a második fél időben inkább meg rámennénk majd a magyar kérdésekre, ez lenne a javaslatom. Zoltán láttam, hogy nagyon buzgón bólogatott, úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy ha te is kommentálnád. Amerika, Európa, Magyarország. Amerikában a lényegi kérdés az lett volna, tehát mondjuk nagyon röviden, én nem gondolom azt, hogy a származtatott termékek azért szorultak volna vissza, mert szabályozták volna őket, de ezt tegyük félre, mert ez tényleg nem ez a legfontosabb dolog. A fontosabb dolog, hogy mi történt a bankrendszerrel, az Obamáig csináltattak egy tanulmányt, amiben azt a kérdést tették fel, hogyha olyan kicsire vagdosnánk szét a 6 legnagyobb bankot, ami már egyenként nem jelentene rendszerkockázatot, akkor hány darab bankra lenne szükség, hány darabra kéne vágni? Kíváncsi vagyok, most mit gondolnak önök magukban, hogy azt a 6 legnagyobb bankot hányra kellene vágni? Az volt a válasz, hogy 350 bankra kéne vágni. Tehát a tanulmány azt hozta ki, hogyha 350-re vágnák, mint annak idején a Standard Oil-t 7-re, itt 350-re kéne vágni, és akkor nem jelentene egy darab bank rendszerkockázatot. Ilyen szinten koncentrált az amerikai pénzügyi rendszer. Ezt nem lépték meg. Miért nem lépték meg? Azért, mert amikor az Obama jelölt volt, akkor olyan típusú közgazdászok voltak a tanácsadói, akik régebben alternatív közgazdásznak mondtuk volna őket, most már abszolút mainstream közgazdászok, mint a Krugman és a Stiglitz. Ezek Nobel-díjas emberek, akik pár évvel ezelőtt olyan dolgokat mondtak, amit ma már főáramként tudjuk, hogy igaz, de akkor még azt gondoltuk róla, hogy ezek nagyon-nagyon alternatív dolgok. Ezeket az embereket, amint elnök lett az Obama, fölrakta egy polcra, és ehelyett behozott magának olyan embereket, akik a Wall Streetről jöttek. Amerikában 20 éve az összes pénzügyminisztert a Goldman Sachs nevű pénzügyi cég adja. Tök mindegy, hogy demokrata vagy republikánus-e a kormányzat. Hát végig lehetne pörgetni. A volt nekik is... volt nekik is akadémiai hátterük, de most ezt a ditát ne így döntsük el. Pódiumon mindenki nézze végig, hogyha azon megy, nézze végig az interneten, hogy azok az emberek, mint a Paulson, vagy az O'Neill, vagy a Rubin, vagy a Geithner, vagy a Summers, milyen háttérbű intézményekből jönnek. Gyakorlatilag azt mondják ma már Amerikában, hogy az Obama csapata az egy Wall Street-i kormány. Ebben az értelemben nem nagy meglepetés, hogy nem lépték meg azt, hogy ezeket a bankokat szétvágták volna, és nem nagy meglepetés, hogy kistafírozták őket anélkül, hogy bármifajta igazán komoly feltételt ehhez kötöttek volna. Ebben nem akarok tovább belemenni, azt gondolom, hogy szerintem ez önmagában egy érdekes kérdés, hogy miért nem vágták szét a bankokat. Az eurózónával az a helyzet, itt nagyjából egyetértünk, hogy ez rosszul volt összerakva, most már az a kérdés, hogy hogyan lehet kivezetni, tehát hogyan lehet ebből úgy kijönni, hogy nagyon nagy összeomlás ne legyen. Ugye nyilván az világos, hogyha újabb és újabb segítséget adunk Görögországoknak és Portugáliáknak, akkor azzal egyetlen egy dolgot érünk el, hogy a görög nemzeti bank helyett most már az ECB-nél lesz egyre több problémás hitel. Tehát igazából nem ez a fajta állandóan segítső Görögországot nem működik. Az sem működik igazából, hogy fiskális, tehát költségvetési unió felé induljunk el. Ebben teljesen egyetértek Surányi Györggyel. Nincsenek meg a feltételei. Az, amit itt sugároz az Európai Unió, hogy a költségvetési harmonizáció az valamifajta egyszerű technokrata kérdés lenne,
Ez egész egyszerűen nem így van. A költségvetési politika az egy ország esetében kőkemény kulturális kérdés, hogy honnan szedem be az adókat, és hogy mire költöm el, az nem egy technokrata kérdés, amit az Európai Központi Bank vagy az Európai Bizottság ellenőrizgethetne, hogy ez most 1,4 vagy 3,2, az arról szól, hogy abban az országban mit gondolunk a társadalomról. A svédek egész más gondolnak a társadalomról, mint a britek. Az életben nem lesz ebből közös, harmonizált költségvetési unió. Egész egyszerűen azért, mert hihetetlenül más gondolunk arról, hogy mi a jó társadalom. Tehát ezeket nem lehet megcsinálni. Én azt gondolom, hogy az eurozóna megoldása az vicces módon nem is az euró szintjén van, hanem az egyes tagállamok költségvetésének a szintjén. Tehát és az egész Európai Unióról ezt gondolom, hogy ahhoz, hogy az Európai Uniót rendbe lehessen rakni, ahhoz először a tagállamokat kellene rendbe rakni, és akkor átugrok Magyarországra, és szerintem Magyarországon be tudom mutatni, hogy mit jelentene az, hogy tagállamokat kellene rendbe rakni. Ugye amikor az előző körben azt mondtam, hogy persze az adósságállomány csökkenteni kell, persze a költségvetési egyensúlyt meg kell tartani, majd azt mondtam, hogy többet kéne költeni oktatásra, közlekedésre, foglalkoztatásra, akkor György és Gergő is azt mondta nekem, hogy de hát közben meg ugye egyensúlyt kéne tartani, és akkor ezt hogyan lehet csinálni, mert hát láthatólag, amit én mondok, az kiadás növeléssel járna. Én azt gondolom, hogy az egy hamis állítás, és 20 éve elhitetjük magunkkal, hogy a magyar költségvetésnek a bevételi oldala az fix lenne. Tehát, hogy nem lehet beszedni több adót, vagy nem lehet ugyanennyi adót más szerkezetben beszedni. Ebből adódóan az, hogy mennyi adónk, bevételünk van, az fix, és csak az lehet, hogy akkor a kiadási oldalon, hogyha elmennek a kiadások, akkor néha megszorítást kell csinálni. Ezt csináljuk 82, 85, 95, 5 ilyen hullám volt az utolsó 30 évben. Ehelyett én azt gondolom, hogy el kell kezdeni arról gondolkodni, hogy hogyan lehetne a bevételi oldalát átstruktúrálni a magyar költségvetésnek. Én azt gondolom, hogy költségvetést úgy kell tervezni, hogy először megnézi az ember a kiadási oldalon, milyen szükségletek vannak. Nyilvánvaló egy olyan társadalomban, ahol alacsony a foglalkoztatás, sok beteg, képzetlen ember van, alacsony bérekkel versenyzünk, és azt a típusú felszabadítást akarjuk elérni, amiről Róna Péter beszélt, tehát hogy a kreatív potenciáját minél több ember dolgozik, minél magasabb hozzáadott értéken, és ezért minél több pénzt kapjon, ahhoz, hogy ezt felszabadítást megtegyük, itt az államnak segítenie kell. Itt be kell fektetni az emberekbe, és az, hogy ez finanszírozható legyen, ehhez meg kell találni a forrásokat a bevételi oldalon. Én nekem meggyőződésem, hogy a források megtalálhatók. Tudok mondani hosszú listáját azoknak a bevételi forrásoknak, amiből ez megfinanszírozható. Nem egy kulcsos adót kell csinálni, hanem progresszív adórendszert, és azt a problémát orvosolni, amiről Surányi György Amerika esetében beszélt, hogy a gazdagabbak felé áramlottak a jövedelmek a szegényektől, ez ugyanúgy jelen van Magyarországon. Ezt úgy lehet orvosolni, hogyha egyrészt progresszív adórendszerünk van, és igenis beszedjük a gazdagabbaktól is az adót, másrészt az áfát igenis differenciálni kell, bizonyos termékekre nagyon magas áfát kell, bizonyos termékekre nagyon alacsonyat. Ebből a szempontból nem kell igazán azon aggódni, hogy az Európai Unió mit mond. Az Európai Uniónál meg kellene változtatni. Minden közgazdasági tankönyv leírja, hogy az áfa a legkitűnőbb differenciálási eszköz az adókban. Erről beszéljünk majd utána külön, hogy akkor mi történik ezekkel, de azt gondolom, hogy egy országon belül azért nagyon nagy részben lehetne az áfát differenciálni, és ebből extra bevételeket hozni. Azt gondolom, hogy nagyon sok környezetterhelést adóztató adót be lehetne vezetni. A levegő munkacsoportnak vannak olyan számításai, ami szerint csak az országon áthaladó kamionok okozta útterhelésnek a megadóztatásából 200 milliárd forintnyi tételnyi adót lehetne beszedni. Ha a céges autók adóztatása megtörténne, és az emberek magánhasználata nem cégesnek mímelve történne, az is több száz milliárd nagyságrendű tétel lenne. Azt gondolom, hogy az örökösödési adót nagyon nagy kár volt eltörölni, azt gondolom, hogy egy társadalmi mobilitás szempontjából iszonyatosan fontos lenne, hogy a hozzánk hasonló gazdagabbak adjanak esélyt azoknak, akiknek nem olyan szerencsés a családi hátterük. Nagyon-nagyon nagy kár volt azt kivezetni, és hosszan tudnám sorolni azokat, meg kellene szüntetni az offshore-t.
tévedés azt gondolni, hogy az offshore az a társadalom 1-2%-át érinti. Felmérések szerint a nyugati gazdaságokban könnyen lehet, hogy a GDP 20-30%-át érinti. Volt egy amerikai kongresszusi vizsgálat, ami azt mutatta ki, hogy a 100 legnagyobb multinacionális cégből 99-nek kiterjedt offshore hálózata van. Az összes nagy csőd, amit láttunk az elmúlt években, legyen az a Lehman Brothers, legyen az az Enron, mindegyik kimutatta, hogy igen jelentős offshore hálózattal rendelkeznek. Tehát én azt gondolom, hogy van óriási potenciál extra bevételek behozására a költségvetésbe, tud a költségvetés egyensúlyban maradni, tudjuk úgy is csökkenteni az adósságállományunkat, hogy ez nem megszorítással történik, hanem kiadások átstruktúrálásával, nem feltétlenül növelésével, hanem a hatékonyság elvű újragondolásával. Utolsó mondat, több becslések szerint több ezer milliárdos nagyságrendű korrupció van a magyar költségvetésből. Önkormányzati szinten, központi szinten. Ha ennek a korrupciónak csak egy részét tudnánk beszedni, és erre azt gondolom, hogy léteznek eszközök, lehetne olyan lépéseket tenni, akkor megint óriási arányban lehetne növelni azokat a forrásokat, amelyeket a kiadási oldalon el lehet költeni. Tehát nem igaz az a tézis, hogy itt egész egyszerűen a bevételi oldal adott lenne, és a kiadási oldalon lenne csak mozgástér, és az is szűkítés lenne.